Vataszéken az értékmozgalom elindulása óta komoly energiákat fordítottak a helyi értékek felkutatására. Nem véletlen, hogy az első Vára megye rendezvényen Bozserik Róbert polgármester átvehette a településnek járó díjat. A helyzet azóta sem változott, és Vataszék minden esztendőben képviseltette magát a rendezvényen, hol gasztronómiáját, hol viseleti hagyományait tárva a kíváncsiskodók elé. Idén jubileumot ülnek, hiszen 25 év telt el azóta, hogy várossá nyilvánították a települést. Ez az esemény is tökéletesen alkalma arra, hogy településvezetők egymással találkozzunk, beszélgessünk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, kicsit siránkozzunk, hogyha arról van szó, de örömet is természetesen. Megmutatjuk egymásnak az értékeinket, ilyen értelemben mindenképpen van létjogosultsága. Hogy önkormányzati együttműködéseknek, települési önkormányzati együttműködéseknek van-e létjogosultsága, az már nem ennyire egyértelmű. Intézményműködtetésekben azt gondolom, hogy igen, tehát a klasszikus értelemben vett feladatellátásban igen, fejlesztésekben már nem biztos, mert egy kicsit egymás ellenfelei vagyunk pályázatok során, hiszen mindenki a saját településének boldogulását, a saját településének helyzetét próbálná erősíteni. Ebben a dologban már nem biztos, hogy tudunk együttműködéseket végrehajtani, de ettől függetlenül szívesen jövünk a megye napra. Egyre nehezebb az Értéktárbizottság munkája, hiszen a kezdet-kezdetén sokkal nagyobb és sokkal látványosabb időzőjelben sikereket lehetett elérni, hiszen az elején minden értéket meg lehetett mutatni. Most már egyre nagyobb kutató munka kell, hogy felszínre hozzanak esetleg olyan értéket, ami az elmúlt 6 évben nem került gyakorlatilag szem elé. Nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni. Én azt gondolom, hogy kicsit át fog értékelődni az Értéktárbizottságok munkája. Most már nem biztos, hogy az értékek felszínre hozatala, hanem az értékek megőrzése lesz az elkövetkezendő időszaknak a feladata. Hát ebben mi a saját Értéktárbizottságunknak minden segítséget meg fogunk adni. Azt gondolom, a megye is ebben nagy szerepet tud majd vállalni. Az önkormányzatok és a települési értéktárbizottságok mellett felértékelődik ebben a munkában a civil szervezetek szerepe is, mondta Bozserik Róbert. Egyre kevésbé tudnak az önkormányzatok, hivatásszerűen ezzel foglalkozni. Tehát ez akkor tud majd élő lenni, és akkor tud működni, hogyha egyre több civil szervezet bekapcsolódik ebbe a munkába is, és ők magukénak érzik az egyes értékeknek a megóvását és továbbadását az utókor számára. A városunk ebben az esztendőben ünnepli a hatásának 25 éves évfordulóját. Egy kicsit olyan felemásra sikeredett ez az év. Sokkal felemelőbben szerettük volna ezt ünnepelni. Most beérjük ezekkel a kis eseményekkel, szívesen jövünk, hiszen itt meg tudjuk mutatni a 25 éves városnak az értékeit, és a városunkban is majd próbálunk olyan eseményeket azért még megtartani, amennyiben erre lesz lehetőségünk, ahol méltóképpen tudunk visszaemlékezni az elmúlt 25 évre. Minden kerek évforduló egyfajta értékelésre ad lehetőséget. Nekünk is az elmúlt 25 év eredményeit majd számba kell vegyük az elkövetkezendő hónapokban, és hát ezt szeretnénk is megmutatni a bátaszékieknek, hogy milyen volt 1995-ben Bátaszéken élni, és milyen most 2020-ban. A rendezvények egyelőre csak tervszinten vagy folyamatos előkészítés alatt állnak, és hogy ezekből mi valósulhat meg, az idő és a vírusjárvány állapotának kérdése. Egy biztos, az összegyűjtött értékek védelme és közreadása továbbra is kiemelt feladat Bátaszéken.